Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszele című műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Az NB2 negyedik fordulójában 2-0-ra verte a Siófokat a Kisvárda. Krisztanovi személyében szerbcentert igazolt a Marsónyíregyháza. Szomszédvári rangadón 5-1-re győzött az Ibrány nagyhalászban. Bentlakásos edzőtáborral készült a bajnokságra a Kölcsey DS-e. A Jászberény elleni győzött, így továbbra is 100%-os a Spari. Nagysárosan hangolnak a Superliga rajtjára a nyíregyházi tekézők. Megszerezte második bajnoki győzelmét a Kisvárda Mastergood. Az NB2 negyedik fordulójában Sós Imre együttes a Siófokot fogadta, és az újonc Cseri, valamint Lázár góljával 2-0-ra verte Balatonparti ellenfelét. Teljesen uraltuk ezt a meccset. Nyilván meglepett egy picit a Siófoknak az agresszivitása, azt tudtuk, hogy szervezetten játszanak, de az elején nekünk is kellett egy jó pár perc, mire fel tudtuk venni azt a kesztyűt, amit ők elénk dobtak. Én úgy gondolom, hogy sikerült, szép gólokat szereztünk, és egyáltalán nem forgott veszélybe az, hogy a csapat a mai napon nem tudja ezt a mérkőzést megnyerni. Születtek egészen kiváló egyéni teljesítmények is, van, akit külön ki lehet emelni? Én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen a csapatnak az érdeme. Én nem akarok egyéneket kiemelni, a csapat nyer, a csapat veszít. Ma Cseri Tomi és a Lázár Zsolt rúgott gólt, a múlt héten más. Remélem, hogy a jövő héten meg megint más fog rúgni. Én mindenféleképpen gratulálok a csapatnak, ez a csapatnak az érdeme volt. Véget ért egy négymesből álló hazai ciklus. Úgy indult a csapat, ahogy azt előre el lehetett tervezni? Sajnos nem, mert én úgy gondoltam, hogy az első mérkőzést az még mindig egy fájó pont az életünkben. A Csákvár elleni mérkőzést meg kellett volna nyerni. Ugye ott minden állt, azt sajnos elbuktuk, a Gyirmotta játszottunk egy kiki meccset, ahol igazából nem volt a csapat, igazából a játékunk a probléma. Az utóbbi két mérkőzést pedig kapott gól nélkül tudtuk lehozni, mindenféleképpen dicséretes, hatot tudtunk rúgni, úgyhogy ezen az úton szeretnénk tovább menni. Hogyha a Szeged elleni 3 pontra azt mondtuk, hogy nyugalmat ad, akkor ilyen szempontból mit ér ez a mostani győzelem? Ez egy érdekes kérdés, mert az előbb feltették itt a sajtótájékoztatón bent, hogy a kispad nagyon feszült volt. Hát sajnos ugye, hogy Nemzeti Sport írta a héten, a futballedzőnek meg játékosnak lenni a legnehezebb a Magyarországon. Én ezt a nézetet maximálisan osztom. Természetesen szeretnénk minden mérkőzést megnyerni. Aztán majd meglátjuk, hogy ez az út hova fog vezetni. Nagyon bő a csapatkeret, erről többször beszéltünk már, és hát az átigazolási időszak utolsó hete, utolsó 10 napja következik. Várhatóak-e változások esetleg még a keretben? Én úgy gondolom, hogy nem. Tényleg örülök annak, hogy bő kerettel tudunk dolgozni. Ezen a mérkőzésen is előjött az előző mérkőzésen is, hogy minőségi cserejátékosokat tudok a pályára küldeni, amíg nálunk egy Rajci Pétert vagy egy Kulcsát tudok játékba hozni. Ez az ellenfelekre ennyire nem jellemző, de nyilván ez ahhoz kell, hogy a célkitűzésünket elérjük. Vereség után alig ha szokott elégedett lenni vezetőedző, Goran Koponovics mit ér ez a mai 2-0-ra elveszített találkozó után? Mi ház építés alatt vagyunk, pincében vagyunk ebben pillanatban, dolgozunk nagyon sokat, 7. hetet vagyunk együtt, stáb, tulajdonos együtt, játékosok, 46 játékos jött, ment 3 hét alatt, ameddig nem kiválasztottunk pont a bajnokság előtt. Szóval ez nagyon nagy melló, és amit mondtam, hogy nagyon sok fiatal játékos ebben pillanatban szerepel, 18 évesek, 19, 20, 24, akinek nem volt eddig tapasztal, ilyen nagy tapasztal, hogy játszanak a profi bajnokságban. Valaki jött a megye egyebe, valaki NB3-ba, valaki utánpótlásból, és azért mondom ezt, mert hogy élmény ez, élmény pláne nekik, és új tapasztal, mert csak ilyen meccsek, ha tudunk játszani, ez fog segíteni nekik a jövőben, hogy ők is fejlődnek sokkal gyorsabban, jobban, okosabbak lesznek, mert szerintem ez benne van egy kis minőség, de mondom, a foci az brutális, nagyon nagy munka, és nem könnyű szakma. És ezt mindig is próbálom átadni nekik. Én azért kóstoltam nagyon sok foci kultúrát. Nekem ez az első magyarországi munkája is. Szóval látom, hogy amit én már tudtam,
hogy a mentalitásban lesz biztos pár gondok, hogy a játékosok egy picit próbálok mindig fölébredni. Sikerül ez nekem mindig is, mert az edzésen is ott vagyok velünk, de kell idő. Kell idő, most már idő dolgozik nekünk, és nincsen, mondom, semmi. Mi négy meccsból 6 pont van, az végül is 50%. Ha így fogunk nyomni a végig, én azt fogom mondani, hogy biztos mindenki boldog lesz, mert ez az első éve, mondom, vadi új csapat, és szerintem 50%-ot tudunk nyerni, akkor az nagyon nagy jó teljesítmény lesz. Nem feltétlenül a mérkőzéshez kapcsolódva, de ugye 20 éve ugye Ferencvárossal a Bajnokok Ligájába jutottak. Gyakran eszébe jut ez az időszak? Utóbbi időben millió újságíró kérdezte engem, mert pont holnap ez a 20. éve, pont holnap rúgtam gól, igen, 20 éve ezelőtt, de őszintén mondom nekem, mert már unalmas. Őszintén mondom, unalmas, mert én nem akarok, hogy engem valaki ünnepel. Én már akkor nem is gondoltam, és tényleg nem is jut az eszembe akkor, hogy 20 évig én még mindig én főszereplő leszek, vagy az a generáció. Én gondoltam, hogy oké, 3-4 év múlva megint új generáció fog mesélni erről. 6 év múlva, 10 év múlva megint valaki ott lesz. De tényleg nem az, hogy most érted, de szerintem ez oké, nagy dolog, de én már azt szeretem, mert én itt élek Magyarországon, szeretem a magyarok, és szeretem a Magyarországot, de én már szeretem azt, hogy ne állandóan beszélünk, 32 évig nem voltunk VB-n, 30 valamennyi nem voltunk EB-n, 20 évig nem voltunk a bajnokliga, legyen már valami változás, legyen az már, hogy valaki már stopolja minket, hogy oda tegye a pontot, és akkor azt mondja, jó, felejtsünk azt, hogy az öregek, nem érdekel őket, minket ők, hanem inkább akkor mi írjunk egy új jövőt, és új történet, mert tényleg szép volt, elég volt, de most én szeretem, és kívánom minden foci játékosoknak, profi játékosoknak, hogy oda kerül a bajnoki ligába. Zorán Krisztanovics személyében szerbcentert igazolt a Marsonyi Egyháza. A 33 éves középjátékos korábban a Sopron és a Szombathely színeiben már szerepelt Magyarországon. Tudom róla, hogy mit tud, nagy tapasztalattal rendelkezik, és már a magyar bajnokságban is játszott, így nagyjából ismeri az itteni helyzetet. Illetve az is, hogy még játszottam ellene, és éreztem, hogy milyen keményen tud védekezni. Ugye egy játékos mindig érzi azt, hogy az ellenfele mennyire erős fizikailag, és ha fizikailag gyengébb, akkor nem kell színezni túlságosan a technikai dolgokat, akkor erőből is meg lehet verni. Őt nem tudtam, ellene színezni kellett, úgyhogy mindenféleképpen mellette szólt. Illetve az elmúlt éveknek a mutatói is. A sportban ugye mindig az előzmények alapján próbálunk meg játékosokat választani. Éppen ezért nem tudjuk, hogy abban az évben milyen teljesítményt fog nyújtani, de úgy gondolom, hogy ő egy sok tapasztalattal rendelkező biztos pontja lesz a csapatnak. A 206 cm magas középjátékos számára nem ismeretlen a magyar bajnokság, amelynek szerinte évről évre javul a színvonala. I play one and a half season. Másfél évet játszottam Magyarországon. A magyar bajnokság évről évre fejlődik. A külföldi játékosok is egyre jobbak. Bár az új légiós szabály korlátozza a számukat. Ennek ellenére minden mérkőzés rendkívül kemény. Akár hazai pályán, akár idegenben játszik a csapat. Túl az első edzőmeccsen, újabb edzőmeccsek előtt milyen volt ez a mostani hét? Ezen a héten próbáltunk taktikában picit tovább lépni, és hát természetesen a felkészülésben egy kicsit más szakaszba léptünk, most már a gyorsítás a fontosabb, és egyre jobban közeledünk azokhoz a mozgásokhoz, amik meghatározzák a kosárlabda alapmozgásait. Ugye rövid, gyors, viszont nem 100, hanem 110%-os mozgásokra van szükség, megpróbálunk ehhez közeledni. A taktikai anyagunk alapvetően épül az elmúlt időszakra, de természetesen új dolgokat is tartalmaz, úgyhogy nem csak az érkezőknek kell új dolgokat tanulni, hanem az itt lévőknek is, ez mindig sok időt vesz igénybe, és ahhoz, hogy ez teljesen berögzüljön, és dinamikus sztereotípiává váljon, ahhoz természetesen időre van szükség. Két meccset játszottak a hétvégén a Kassával, mi az elvárás? Mindenképpen az az elvárás, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk a pályán. Én szeretem, hogyha nem esetleges a kosárlabdánk, hanem le tudjuk játszani azt, amit eltervezünk. Ez a legfontosabb cél. Nem tudom, hogy a Kassa milyen erősségű éppen, ezért nem tudom azt kijelenteni, hogy győzni kell, vagy szoros mérkőzést játszani. A célunk az, hogy meg tudjuk nézni újra a légiósainkat, minél jobban tudjuk beépíteni őket a csapatba, illetve remélem, hogy már megérkezik majd az amerikai játékosunk is. Bízom abban, hogy a szombati mérkőzésen játszani fog már.
újdonság, hogy az U16-os csapat is utazik, ők is meccset játszanak, mi ennek az oka? Igen, ők is meccset játszanak, illetve edzéseik is lesznek. Az oka az, hogy szeretnénk, hogyha, ahogyan már többször elmondtam, az utánpótlás magáénak érezni a felnőtt csapatot, és kicsit jobban megismerni a játékos keretet. Ez természetesen remélem azt is fogja eredményezni, hogy többen jönnek ki az utánpótlásból a mérkőzéseinkre, és többen szurkolnak majd nekünk. De mindenképpen az oka, hogy szeretném, hogy a fiatalok is társák, hogy hogyan készül egy felnőtt csapat, hogyan készülnek a játékosok a mérkőzésre, és remélem, hogy olyan csapatunk van, aki tud példát mutatni a fiataloknak. Irrányi győzelemmel zárult a labdarúgó megyei első osztály szomszédvári rangadója. A második fordulóban lejátszott mérkőzésen Gellicki Máté együttese 5-1-re győzött Nagyhalászban. Ez egy viszonylag könnyebb mérkőzés volt, ahhoz kellett, hogy az elején gólt lőjünk, utána még egyet és még egyet. 3-0 félidő, úgyhogy én úgy gondolom, hogy félidőben már eldőlt a meccs. Ez a meccs egy Nagyhalászi irány más, mint egy sima bajnoki? Hát ez annyira más, hogy ezt nem véletlenül nyilatkozom minden évben, tehát a tavalyi Nagyhalászi meccs előtt is, meg most is, hogy ez a legfontosabb meccsünk a szezonban. Most ezt lehet szépíteni, vagy lehet ebből levenni az értékéből, nekünk mindenféleképpen ez, de gondolom a Halászaiak is ugyanígy vannak ezzel. Viszont még hátra van 28 forduló a bajnokságból, mi a célja az Ibrahimnak? Az Ibrahimnak ugyanaz a célja, mint a tavalyi évben, egy dobogós helyezést szeretnénk elérni, ez tavaly nem jött össze, most én azt gondolom, hogy olyan játékosokat sikerült igazolnunk, akikkel ez azért megvalósítható lesz. Az mit jelent, kik azok a játékosok, akik mondjuk húzhatják ezt a csapatot? Nem feltétlenül csak az újak húzzák ezt a csapatot, hanem már a régi mag az egy nekem megfelelő mag volt. Olyan játékosokat szerettem volna hozni a nyáron, akik játékban tudnak nekünk segíteni a labdabirtoklásban, de hát szerintem ma is látszott, hogy erre helyezzük a hangsúlyt. Úgyhogy ebben mindenféleképpen előre léptünk, és ezáltal azért több helyzetünk is van. Ezekben most már azért többet be tudunk lőni. A tavalyi évben ez volt a problémánk, egyik legnagyobb problémánk, hogy nem volt annyi helyzetünk, ebből kevesebb gólt lőttünk, így kevesebb lett a pontunk is. Most azért erre van esély, hogy elmozduljunk pozitív irányba. Megyei első osztály valamilyen szinten az amatőr szint. Általában mindenki dolgozik vagy tanul. Mennyit tudok edzeni, milyen az edzés látogatottság? Nálunk is majdnem mindenki vagy dolgozik, vagy tanul. Általában inkább ezek fiatal játékosok a mieink és tanulnak, viszont 100%-osnak mondható az edzés látogatottság, erre nagyon figyelünk, erre ez kényes téma nálunk, úgyhogy csak úgy lehet eredményt elérni, hogyha van munka is, már pedig munka nélkül nem lesz eredmény. Kettőből két győzelem, a következő meccs kijelenés milyen esélyekkel? Hát a következő meccs egy nagyon nagy meccs lesz, tegnap láttam a Sényőt Baktán, és elég meggyőzően futballoztak. Ez két hasonló csapat lesz, két hasonló stílusban. Napi forma is dönthet, de sok minden más is, amit majd azért átbeszélünk a fiúkkal, hogy mik a gyengéik, mik az erősségeik. Gyengéikre kell majd helyezni a hangsúlyt, és akkor azokat kihasználni, akkor eredményesek lehetünk Sényőn is. Nagyhalász Ibrány Nagyhalász mindig az év meccse. Ez nagyon sima meccs volt, gondolom nem így terveztétek. Így van. Nem így terveztük. Először is megtisztelő még mindig számunkra, hogy egy ilyen szintű csapat, mint az Ibrány, az év meccseként kezeli ezt a mérkőzést. Természetesen mi is így vagyunk ezzel. Azt mondom, bevallom őszintén, hatalmas edző hiba volt ez, az én hibám volt az egész. Egy idézettel is alátámasztanám, hogy gyáva népnek nincs hazája. Szerettünk volna az elején egy kicsit puhatolózóbb játékot kieszközölni, kikényszeríteni. Az ellenféltől nem sikerült, belerohantunk sajnos, ez az igazság. Jött az első gól, a másik, aztán gyakorlatilag tényleg úgy tűnt, hogy mintha feladta volna a csapat. Szerintem nem adták fel. Az öltözőben, amikor bementem a félidőben, akkor arra hívtam fel a figyelmet, tehát elmondtam nekik, hogy én tényleg úgy érzem, ez nem csak egy ilyen mellékduma, hogy belehibáztam. Nagyon szeretném úgy kezelni a mérkőzést, hogy indul az egész 0-0-ról. Azt hiszem a második félidőben azért megmutattuk azt is, hogy tudunk futballozni, és ami a lényeg, hogyha már szeretnek is ezek a srácok futballozni, plusz alázattal, plusz munkával szerintem nem lesz olyan túl sok gondunk. A tragédia nem történt, hiszen ez volt a második forduló, 28 még hátra van. Mi a célja a Nagyhalásznak? Nagyon szeretném, hogyha lenne előrelépés a csapatban, magában az egyesületben. Talán már az is nagy szó, hogy jelenleg a saját ifi csapatunkból ugye tudunk a keretben futballoztatni 6 fiatalt, azért a pályán volt végig 3-4
négy srác, és ez is egyfajta előrelépés. Talán a jövőnek is az állaga lehet, hiszen ha lesz újra egy Kelemen Robin, egy olyan gerinc, ami megadja ennek az egész futballnak az ízét, akkor ugyanolyan örömet fogunk szerezni a nézőknek, mint tavaly, vagy akár korábban. Őt erről vesző kérdezni, én azt kérdezem, hogy miért váltották klubot, hiszen egy 100%-os teljesítménye bajnokságot nyerő nagy esettől jött el Ibrányba. Hát igen, azért váltottam klubot, mert mindenképp szeretem még bajnokságban játszani, és úgy gondolom, ez Ibránynál lehetséges. Ecseddel meg valószínűleg a középmezőny elején lettünk volna, és hát mindenképpen motivál még a bajnok aranyérem. Reméljük sikerülni fog. Ez volt a második meccsetek, ráadásul egy nagyvadász Ibrány rangaló. Nagyon simán nyertetek, hogy érezted belülről? Igen, óriási derbi volt, én nem játszottam még ilyen meccset. Óriási a presztízs. Hát belül nehéz volt addig, ameddig jött az első gól. Utána könnyebb. Sajnos ott a kiállítás, utána kicsit felborult minden, de még úgy gondolom, hogy akkor is tudtuk uralni a játékot. Az Ibrány csapat viszonylag fiatal, lehet azt mondani, hogy te képviseled a rutint. Hogy érzed, milyen szabad van az öltöző a pályán, meccs közben, edzés közben? Hát igen, úgy gondolom, tényleg fiatalok a játékosok, ezt csak akkor tapasztaltam, amikor ugyebár ide kerültem, és ugye köztük lenni picit furcsa, hál' Istennek nem érződik a korkülönbség, és mindenben segítenek, de meg ugyanúgy hallgatnak rám mindenben, a pályán is, mint pályán kívül. Bentlakásos edzőtáborban napi 3 edzéssel készült az NB2 rajtjára az elmúlt héten a Költségdíjasek ízlabda csapata. Hadobás István együttese a hétvégén Máté Szalkán egy 3 csapatos tornán lép pályára. A Költségdíjasek csapat augusztus 10-én kezdte el a felkészülést, kezdjük először az esetleges változásokkal, történt a mozgás a játékos keretben a nyári szünetben. Előjáróban hadd mondjam el, hogy ez a 25. idényünk, tehát egyfajta jubileumi év is. Azóta vagyunk az NB2-es, illetve NB1-es felnőtt bajnokságban. Sajnos komoly változások történtek, és komoly vérveszteségeink is vannak. Részint két játékosunkat, Ruska Zsófiát és Papandreát megműtötték. Térd probléma mind a kettőnél, úgyhogy ők néhány hónapra kiestek, és hát a tanulmányi és egyéb elfoglaltságok miatt nagyon komoly potenciális játékosainkat veszítettük el. Gyimesi Lola orvosi egyetemre jár, most átmenetileg nem jön. Móré Kati családi okok miatt a konkurens Máté Szalkához igazol. Rajta kívül Moraszki Babet Budapesten folytatja a tanulmányait, mint ahogy Simai Olga kezdőkapusunk is, tehát ezek mind-mind meghatározó emberek, viszont érkeztek új nyolcadikosak, akik a Költségbe folytatják tanulmányaikat, érkezett egy beállósunk is Hajdunánásból, aki az utóbbi időben ott nem játszott, de egy tehetséges jó játékos, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen megcélozzuk a mezőny első felét, titokban dobogó vagy dobogó közeli eredményt várok. Milyen jellegű munkát végeztek eddig? Most elsősorban az erőgyűjtés, de labdás munka is van, tehát egyfajta vegyes felkészülés, de azért az erőgyűjtés a legfontosabb. Napi 5 órát edzünk, reggel van egy futóedzés és kondiedzés, délelőtt 2 óra egyéni technikai képzés, lövőerő, medicinlabda és a többi. Délután 2 órás labdás, kimondottan nagy teremben történő edzés a benchiskolában, ahol egyébként a bajnokikat is fogjuk játszani, és hát a támadó védő taktika csiszolása, kialakítása. Mi a program a bajnoki rajtig? Hétvégén van egy nagyszerű meghívásunk Máté Szalkára, egy felkészülési tornára, ahol Máté Szalka, debreceni csapat és mi játszunk körmérkőzést. Ennek mindenképpen nagyon örülök, mert az edzőtábor után most egyfajta felmérés is, meg egy kis kikapcsolódás. Azt követően szeretnénk még néhány edzőmeccset játszani. Közben volt a edzőtáborunk alatt egy strandkézi labdatorna, ami nagyon jó sikerült, bár nagyon rossz idő volt, de egyfajta programszínesítésnek kiegészítő programok nagyon jó volt, és hát nagyon várjuk a 21-i kezdést, amikor hazai pályán mutatkozunk be Hajdúböszörménnyel, szeretnénk jó rajtolni. Egyébként milyen bajnokságra lehet számítani, volt a némi átrendeződés? Elég komoly átrendeződések voltak, ugye Kisvárda ugyan nem jutott fel, de vállalta az NB1-t, Balmazújváros viszont visszakerült, debreceni csapat mindig erős, Hajdúböszörmény komolyan erősített, mi is remélem, hogy jók leszünk, Létavértesnél is komoly változások voltak, derecskeiekkel megerősítették, úgyhogy én azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott jó mezőny lesz, de én mind a vérveszteségeinket figyelembe véve is bízom a csapatomban, és nagyon remélem, hogy dobogó közelben leszünk, mint ahogy említettem. 10. szezonodat kezded a Költségdíjas színeiben, úgyhogy Hadobás Istvánnak jó néhány felkészülését végig csinálhattad már. Ilyen ez a mostani?
ez mind közül szerintem a legkeményebb eddig. Napi 3 edzést tartunk, reggel futóedzés, kondiedzés, 10 órától pedig labdás, és ez is inkább kondi, mert medicinlabdával, 3 kilós medicinlabdával, meg 1 kilós medicinlabdával dolgozunk. Nagyon sok sprinteket, hosszú távú futások, és hát délután a benchben szoktunk általában taktikai labdás, de ott is inkább az iram játék szokott menni. Elég sok változás volt, ahogy elmondta az edző. Milyen lesz ez a mostani csapat szerinted? Nagyon jó lesz, mindig a bajban szoktunk összetartani sokkal jobban, úgyhogy szerintem nem félünk. Szóval senkitől. Máté Szalka most fog feljutni NB2-be. Hát egy megyei csapat ő is, mint régen volt a Kisvárda, ők NB1-ben vannak. Hát az lesz egy kis presztízs meccs, mint mindig, de egyébként szerintem az első 5 a cél ebben a szezonban. És hát a hiányzókat próbáljuk pótolni a junior csapatból, és minél többen fognak feljönni, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz ez a szezon. Az NB3 legutóbbi fordulójában a Nyíregyháza Spartakus 2-0-ra vert a Jászberényt, így a Spari továbbra is 100%-os a keleti csoportban. Mátyus János együttese a hétvégén Tiszaújvárosban vendégszerepel. A negyedik fordulóban sem tévesztett lépést a Spari a Jászberény ellen, a hajrában születtek a gólok. Nehezebb volt ez a meccs, mint az előző 3? Hasonló mérkőzés volt az elmúlt 3 meccsünk szinte kivétel nélkül. Ez sem lesz könnyebb. Tiszaújvárost ismerjük, játszottunk velük a felkészülés alatt, de egészen más lesz, mint ami akkor volt. Nehéz mérkőzés lesz. Döntő lehet az, hogy az első gólunkat mikor fogjuk megszerezni, de mindenképpen 3 ponttal szeretnénk gazdagodni. Egy támadóval bővül majd a csapatkeret, egy Csorba Szabolcs tér vissza a Szparihoz. Mi szólt a igazolás, leigazolása mellett? Rég ismerős a szpari szurkolók számára. Nagyon szép időszaka volt itt, ha jól tudom. Ismerem azt, amit már régóta az első osztályban is még szerettem volna Pápára magamhoz csábítani, akkor nem sikerült, most a tékozódó fiú hazatér. A csütörtöki közgyűlésen az önkormányzat 30 millió forint támogatás plusz 35 millió forint bajnoki célprémiumot szavazott meg a csapatnak. Mit jelent ez a csapat számára az anyagiak mellett? Hát köszönjük a város kiállását mellettünk, de vezetőedzőként én ezzel különösebben nem tudok foglalkozni. Ha adnak pénzt, akkor az szuper nyilván, és elfogadjuk tisztelettel, megköszönjük a segítségüket, de mindenképpen szeretnénk osztályt váltani jövőre. Az ő támogatásokkal szerintem sikerülni is fog. Vezetőedzőként viszont az egyik dolog a játékosok motiválása. A bajnokság ült azt mondta, hogy talán ez lesz az egyik legnehezebb feladat, lement 4 forduló, mi a helyzet ezen a téren? Hát ezzel hétről hétre meg kell küzdenem, hiszen most még nincsenek olyan aggasztó jelök, de majd lesznek szerintem előbb-utóbb. Most még megy a szekér, menni is fog a szekér továbbra is, de nekem ezzel nap mindnap foglalkoznom kell. Nem szabad azt engednem, hogy a harmadosztály színvonalára süllyedjünk le, hiszen mi azt mondjuk, azt végig magunkról, hogy mi első osztályi csapat vagyunk, a klub mindenképpen az, a csapat is szeretném az lenne, és ez az kell, hogy mindenképpen a tüzetében tartsam. A kupában tudjátok megmutatni még azt, hogy első osztályi csapat vagytok, a Váci következő ellenfél, foglalkoztok már vele? Én. A játékosok még nem hiszem, nem is szabad ezzel meg foglalkozniuk. Nekem már a Váci fejembe jár, hiszen egy picit most kiestünk a magyar foci körforgásából. A kupában ezt a körforgást most talán fent tudnánk tartani, összebírnánk kerülni a vérkeringésbe, hiszen egy osztálykülönbség a papíron a két csapat között, de mi ezt szeretnénk eltüntetni, és mindenképpen szeretnénk a lehető legtovább jutni a kupában. A nyírbátori futballcsapat megszerezte első bajnoki pontját, miután 2-2-es döntetlent játszott az Újpest második csapatával. Kovács János edző ettől függetlenül elégedetlen, mivel a 6. percben már 2-0-ra vezettek, sőt az ellenfél 9 emberre fejezte be a meccset. Nagyon sajnálom, mert kezünkben volt a mérkőzés, és én nagyon bíztam a sikerbe, a győzelembe. Tényleg minden adott volt hozzá, ragyogóan kezdtük a mérkőzést. És a folytatásban azt mondom, az első fél időben is minden tekintetben az ellenfél fölé nőttünk, helyzetekbe is megmutatkozott. Ugye kihagytunk még egy 11-est és egy kapufát is rúgtunk. Hát összességében fél időben arról volt szó az öltözőben, hogy ezt a mérkőzést mindenképpen meg kell nyerni, és ugyanígy kell folytatni, ahogy abba hagytuk. Hát ezt próbáltuk is az elkövetkező időben kivitelezni, de nem sikeredett, hisz egy ártatlan támadás végén, egy szabad rúgásba ukadtunk egy potyagot, azt lehet mondani, és ugye volt egy kiállítás utána,
ami szerintem egy kicsit megzavart minket. Mire rendeztük a sorainkat, akkor ki is egyenlítettek, és ezt követően megvoltak a helyzetek, ezt pedig már nem sikerült értékesítenünk, görcsössé vált a játékunk. Azt mondom, utolsó 10 percben az ellenfél 16-osán voltunk állandóan, de képtelenek voltunk a kapuba találni, és ez eredményezte a sikertelenséget, mert sikertelenségnek lehet elkönyvelni a 2-2-t azután, amit az első fél időre produkált a csapat. Ilyen helyzetben mit lehet tenni, mi az, ami átlendítheti a csapatot ezen a holtponton? Nem egyszerű feladat nyilván, de meg kell oldani, tovább kell dolgozni, hinni kell a sikerbe és bízni kell egymásba sokkal nagyobb odaadással és összpontosítással. Azt mondom, hogy a koncentrálás is egy kicsit alább hagyott a csapatnál a végére, kapkodás volt, görcsös volt a játék, hát ezt kell egy kicsit helyre tenni, és hát ezen dolgozunk, hogy ezt sikerüljön megoldanunk. Mekkora gondot jelent, hogy meglehetősen szűk a keret? Persze, hogy problémát jelent, de hát van egy keretünk, abból kell gazdálkodnunk, a két sérült, ugye a Nagy Dávid és a Szilágyi sérülése nagyon rosszkor jött, hisz rutinos játékosokról van szó, hát a többieknek most adott a lehetőség, nyitott a kapu, élni kell a lehetőséggel, és bizonyítani kell, hogy maximálisan lehet rájuk számítani. A hétvégén Jászberényben lép pályára a csapat, esetleg jelentett némi előnyt, hogy idegenben a hazai pályán megszokott teher nélkül léphetnek pályára? Nem hiszem, hogy olyan nagy teher volt a hazai pálya, de természetesen ismerem a Jászberényt, átalakult, komoly erősítéseket végeztek a nyár folyamán, céljaik vannak hosszabb távon, a magasabb osztályba, de hát ezért szép a foci, hogy bármi megtörténhet, és én bízom benne, hogy mi is képesek vagyunk egy bravúra, és eredményesek tudunk majd lenni akár idegenbe is. A szlovákiai nagysárosan egy hadcsapatos tornán tartja a bajnoki főpróbát a nyíregyházi tekeklub együttese. Fintáik az elmúlt hétvégén Szolnokon léptek dobóállásba. A felkészülés közepetáján ez egy jó erőfelmérő, hogy ki hol tart a jelenlegi felkészülésben. Ezért célzottan két csapattal vettünk részt a Tisza kupán, már több éve nem vettünk részt Szolnokon, azonban mivel a Szolnok feljutott ismételten a Szuperligába, így nagyon fontos állomással lesz majd a nyíregyháziaknak az ottani mérkőzés. Bár ez a jövő tavasszal lesz majd csak soron következően, de mindenképpen azért a pályaismeret a fejben való felújítása szempontjából mindenképpen fontos dolog. És jó mérkőzés volt. Nem komplett csapattal tudtunk részt venni, a Haker Dezső mindenképpen nagyon hiányzott a csapatból, de úgy gondolom, hogy az A csapatnak mindenképp egy jó felkészülés volt, és hogyha hozzáteszem, hogy fában a Szlovenszki Tibor 576 fája, a Magyarorsi Peti 570 fája, míg a Szegő Levente 540 fája, és a jó magam 584 fás teljesítmény mindenképpen biztató az elkövetkezendő néhány hétre előre nézve, úgyhogy azt lehet mondani, hogy várhatóan az élmezőnyben lesz majd ez az A csapatunk. Még ezen a hétvégén még folytatódik majd ez a Tisza kupa, a hagyományoknak megfelelően két hétvégé szokott lenni, de úgy gondolom, hogy most már két hetünk sincs a bajnoki rajtra, és a legfontosabb állomás előtt állunk éppen ezen a hétvégén. Mégpedig Szlovákiában a Sárosra utazik a csapat, ahol legutóbb is egy évvel korábban is sikerült megnyerni a tornát, most milyen ellenfelekre, milyen mezőnyre lehet számítani? Hát, mivel két évvel ezelőtt nagy meglepetésre egy igen jó csapatfával sikerült végre elhódítani a Sáris kupát, és tavaly szintén kellemes meglepetésre megvédeni címünket, így azt lehet mondani, hogy elsősorban a hazaiak fennik ránk a fogukat, mindenképpen most már biztosak vagyunk benne, hogy fűti majd a visszavágási vágy majd őket. Nem beszélve arról, hogy például a legutóbbi találkozónkon, itt a Kárpát kupán az új pályán, néhány fával, de sikerült őket megverni, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen a két csapat között fog majd eldőlni, bízunk benne most is a következő kupának a sorsa. Hát azt lehet mondani, hogy várhatóan a legelősebb összeállításba lépünk majd dobóállásba, bár még a Szegő Levente betegsége kérdőjeles, hogy addigra felépül, de nagy valószínűséggel ő is a csapattal tud tartani, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a legeslegfontosabb állomással lesz ismételten a bajnoki rajtnak, ami majd a következő hétvégén a BKV előre otthonában lesz, úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy most már ez az utolsó erőfelmérő, és bízunk benne, hogy egy nagyon jó csapatfát, egy 3450 fa feletti csapatfát sikerül produkálnunk, és ettől függetlenül teljesen mindegy, hogy a hazaiak hogy végeznek, úgy gondolom, hogy most csapatként kell nekünk saját magunknak jó eredményt dobni.
Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra.